Kiskunhalason a Hírlink József Lovas Parkban a Diugratószakág országos közgyűlésén vettünk részt, és a felnőtt ranglista vezető Krucsó Szabolcssal beszélgetünk, aki még a legeredményesebb lóval is versenyzett a szezonban, valamint a legeredményesebb egyesületnek is a tulajdonosa. Hogy jön össze ennyi siker egyszer egy évben? Hát ehhez azért szükségem volt egy jó lóra, ami a Csako Blue 2. Azt gondolom, hogy az egyéni eredményemhez nyilván ez mindenféleképpen nagy szerepet játszott, illetve az egyesületben meg kell említenem, hogy nem csak egyedül vagyok, hanem vagyunk egy jó páran, akiknek az egész éves teljesítménye ilyenkor ugye ezt tükrözi. Akkor beszéljünk egy picit Csako Blue 2-ről. Mi van most vele, milyen állapotban van, hogyan készül a szezonra? Most még Németországban van, éppen testvéremnél van. Van egy kis rehabilitációs pihenője, illetve pillanatnyilag a tenyésztésben spermavétellel foglalatoskodik. Idén Budapesten olimpiai kvalifikációs versenyt rendezünk, és milyen esélyekkel indulunk szerinted ezen a viadalon, és hogy részt veszel valószínűleg akkor te is? Hát ha sikerülne a tavalyi évet megismételnünk, sikerülne ugyanezt a csapatot összeraknunk, akkor azt gondolom, hogy talán van esélyünk rá, hogy jól tudunk szerepelni. Tavaly előtt országos bajnoki címet szereztél, idén lecsúsztál az első helyről, mármint hogy a tavalyi évben, ha a dobogon voltál, akkor célkitűzés lehet idén is a győzelem? Hogyha belefér a verseny tervezetben, akkor mindenféleképpen szeretnék a magyar bajnokságon szintén elindulni. Abban nem vagyok biztos, hogy pont a Csako Blue-val, de mindenféleképpen a győzelem a cél. Akkor még a nemzetközi versenyeken mik a prioritások, és hol szeretnél indulni, és milyen eredményekre számítasz? Minden évben tavasszal Arezzóban kezdünk, ez így, mert már évek óta, idén is most próbálom összeállítani azokat a lovakat, amiket el fogok vinni, és én február közepétől elkezdek versenyezni, és így szépen folyamatosan akkor meglátjuk, hogy meddig tudok eljutni. Európa-bajnokság is lesz ebben az évben Rotterdamban, rákészülsz-e? Igen, pont most van ez a kis gyűlés itt a sarokban, hogy tudjuk összeegyeztetni azt, hogy Európa-bajnokság, olimpiai kvalifikáció, magyar bajnokság, nemzetek díja, tehát hogy minden nem fog menni. Ezt itt közösen azt próbáljuk kibogozni, hogy melyikek azok a fontosabb versenyek, illetve hogy mi legyen a cél ebben az évben.